Üdvözlök mindenkit, én Jack vagyok, és ez itt egy újabb PES 2010-es Hunpatch karriermód, Become a Legend, ahol a PMFC csapatában kaptam szerződést, és ahogy azt az előző videó végén láthattátok, végre most már rendesen tétmeccsen fogok pályára lépni, méghozzá a Diósgyőr ellen. Hát akkor nézzük is, hogy mihez bírok kezdeni ellenük, mert igazából nagyon kíváncsi vagyok. Ez itt tökéletes. Kezdjük is a meccset akkor. Tétmérkőzésen lépünk pályára. Nem kis izgalom van Hajdú B. István hangjában, ennek oka, hogy Hajdú B. István mérkőzés elé nézünk, és ráadásul még itt ül mellettem Faragó Rihárd is. Hát miattam nem kell izgulnod, Pisti, a mérkőzés azonban valóban izgalmasnak ígérkezik. Ma úgy keltem fel, hogy feltelepítettem a Windows 10-et, szóval elméletileg most FPS növekedéssel kellene számolni. Ez mennyire lesz így? Azt nem tudom. Igen, és én is úgy látom, hogy de hát majd kiderül. Jó, ezt nem nézzük meg. Amolyan újjászületés lehetne ez a győzelem. Hát úgy tűnik, hogy nem a kezdőben indulok. Káprázatos a hangulat a stadionban, és ez nem csak a hazai nem baj, nem baj. Kihúzzuk egy X-szel, addig beállok, addig teljesen jó. Sportszerű csata, már ami a Hangorkánt illeti, egyelőre döntetlenre áll. Diósgyőr ellen egy Pécs. Az. Ez egyértelműen szabadrúgás. Nem is volt nála a labda. Ó. Ebből többet is ki lehetett volna hozni. Hát ez egy nagyon gyors videó lesz amúgy, ahogy elnézem. Na most kibír szabadulni a tér feléről a Diósgyőr. Ez nekem annyira nem tetszik. Ma fölküldöm a Fradi videót. Most jelenleg éppen feltöltés alatt van. Az... Résen vannak a védők. Mindegy. Tisztázza. Hú, ezek a szurkolói hangok szerintem nagyon ott vannak. Micsoda helyzet? Na hát, én már legszívesebben beállnék már most is, de... Csak egy percet hosszabbítanak. Jó, hát az első fél időnek vége van 0-0. Hogyha most beállnék, akkor... Az első fél időnek rövid pihenő következik. Akkor azért... Hát nem állunk be. És megkezdődik a második fél idő. Én nagyon nem is tudom, mikor lesz lehetőségem, mert... Egyetlen egyszer szakították félbe a meccset, amikor szabálytalanok voltak ellenünk. Lehet, hogy be se állok ma ezen a meccsen, Diósgyőr ellen. Az úgy ciki. De, bedobás, de nem cserélnek be. Ajaj. Igen, minthogyha nyomna a Pécs, én azt veszem észre, hogy még ott az elég rossz embernek lett passzolva, de... És... itt van. Eljött a mi időnk. Soproni ligában először lépünk pályára. Természetesen Jack Knight-ot irányítjuk. Friss játékos érkezhet a pályára. Hát most megfuttatnak engem igazából, ez most ott arról szól. És elvettem a labdát, ott van, jól van. Ez veszélyes lehet. Hát kapura ölni már nem bírtam, de... Nem baj, először már helyzetbe kerültem, tehát... Egyelőre megpróbálják megtartani a lasztit. Hát akkor ne passzoljatok. Ó! Oh! Bent van, gól! Az első góluk! Gól! A szezonban. Nagyon szép volt.
Itt mondjuk a beadást kellett nagyon dicsérni, de hát azért fejes sem volt semmi. Itt panaszkodok, hogy nem passzolnak nekem felé azért. Jó lenne, ott még le sem voltam egy kicsit, ott inkább befutottam a védő mögé, és beugrottam fejelni. Szép volt. Egy nulla. Ez azért eléggé szép kezdés a bajnokságban. Egy nulla tehát. Egy gólos vezetés. Most a védekezésre kell koncentrálniuk, űrizni kell az előnyüket. Erről szól most. Hát jó lenne ezt megtartani. Így, ez mondjuk szabálytalan volt, és még lapot is érdemelne. És kap is. Sárga, jó van, akkor csak sárga. Meglehetősen látszívű volt, hogy csak sárgát adott. Hát pont egyébként, hogy hova csúszott, azt nem láttuk, de nem baj. Lehetőségét is kihasználta az edző. Most innen, hogyha gólt kapunk, akkor fogok kiakadni. Ez most az én hibám volt, de jó van. Hoppá, megindulhatunk előre. Két támadó, három védő. És nem bírtam előni. Még végig se lesztem magamat szépen. Nem, majd két perces hosszabbítás. Két perc lesz a hosszabbítás. Talán innen azért most már nem fogunk. Nem fognak egyenlíteni. Jó, nem most se lefújnák a meccset. Fújd már le. Fújd már le. Vágd előre. Ebből szabad rúgás lesz. Ajaj. És elég jó helyről ráadásul. Ó, és ott veszekedés is van. Piros lap. Piros lap. Ja, tehát akkor nem jó voltunk szabadtalanok. Nem figyeltem oda, bocsánat. Ja. Jó, hát akkor azt megnyertük ezt a meccset. Győztes gólt lőttem az NB1-ben, az első meccsemen. Akkor még nem nyertük meg. Most nyertük meg. Összességében rövid, de jó meccs volt. Tehát részünkről rövid, de cselemberként megnyertük a meccset. Hát ez egész jó kezdés szerintem. Sőt, nagyon jó. Ó, és megint nőtt a bizalma a menedzsernek, hála jó égnek. Nézzünk egy olyat, itt tabella. Mert én erre most itt kíváncsi vagyok. Talán ez. Igen. Elsők vagyunk, vezetjük a tabellát, tehát egy győzelem és egy döntetlennel az Újpest előtt. Fradi hol van? Ezért én rájuk is kíváncsi vagyok. Fradi csak 14. Hát ez gyenge. Sajnos. Hát jön a következő meccs. Az Alegerszeg ellen is már idegenben lépünk pályára, de ott is fönt leszek a pályán. Hála a jó égnek. Az ETE stadionjában. Nem érdekel engem ez az intro dolog. Csapjunk bele! Itt megint csak cseveként fogok beállni, remélem minden hamarabb, hogy lövessek megint egy gólt. Mert ahogy most nézem, az a Lajgerszeg nyom, nem a Pécs. Sőjúj. Most jöhetünk kontrába. Ami azt jelenti, énként nem vagyok Pécs Zucker, tehát én nem szeretem a PNRC-t, de ami velük történt ebben a szezon végén, az engem is kiakasztott. Pláne azért, mert Pécs környékén lakok és fradista vagyok, és így nincs a környéken NB1-es meccs, ahol játszik a Fradi. És ez azért eléggé rossz, nem mehetek szurkolni a saját csapatomnak. Már nem, mint hogyha Kubatov engednék. De nem, ebben nem akarok most beleszólni, mert ez nem ide tartozik. Ez bizonyos volt.
Azon gondolkozok, hogy három meccset rakok bele ebbe a videóba így. Hát felraktam a Windows 10-et, szóval ez egész jó, jó muzsiká. Egy perc lesz a hosszabbítás. Nyugodtnak és... Jó, az első fél időnek vége van. A vezető véget vet az első fél időnek, rövid pihenő következik. Hát, ugyanúgy a kispadról kezdjük. Fegyelmezett védekezés. Talán kicsit támadóbb játékkal, mint az előbb. Hegedűs fogja. Kegyetlenül elkaszálva. Na, talán bejöhetünk? Nem. Vitrédi jött le, be, szerintem. Most nem tudom, nem láttam pontosan. Az ott les volt, úgyhogy... Na most viszont már talán bejöhetünk. És még mindig nem. Lehet, hogy így be se fognak minket hozni. Remekül működik a gépezet. Beadhatja. Hát így nagyon keveset fogunk játszani, hogyha egyáltalán játszunk ma. Hát ezen a héten. Pedig jó lenne. Mert egyre inkább úgy néz ki, hogy nem. Viszont így ki fogunk kapni. Vagy döntetlen lesz, nem fogunk kikapni. Hát ja, én már nem fogok beállni ezen a meccsen. Nagyon úgy néz ki. Hát sajnos. Sajnos ebben most nem ránt az edző. Nem baj, majd akkor lenyomok még egy meccset. Hát, hogyha ott már szerencsém lesz. Döntetlen. Nem baj. Szombathelyi haladás. Ellen. Játszunk. Ez megint csak nem érdekel, első hazai mérkőzésem, ha beállítanak végre. De hát ahhoz be kellene állni. Már el is kezdődött. Ugye megint csak kispad. Remélem most már azért lesz lehetőségem beállni. Lássuk, képes-e beadni a labdát. Szabálytalan, lefújtál. Na jó, van azért. Mindent be kell fújni. A szélről próbálkoznak. Az, inkább az első helyzet meg volt. Szerintem, ha jól emlékszem, akkor az előző meccsen meg odáig se jutottunk, hogy helyzetünk legyen. Ez viszont nagyon rossz beadás volt. Beadja vajon? A kapuson halt most el ez a támadás. Hegedűs ez fogta, rendesen. Egy perc lesz a hosszabbítás. Hát egy perc volt a hosszabbítás. Most a szünet következik, azután jön majd a második játék rész. Na, beálltunk. Nagyon jó, Vrencsics. Ne, mit nyomtam el? És megkezdődik a második félidő. Nem tudom, mit nyomtam. Az ítélet szabadrúgás. Mindegy, nem érdekel. Végre játszhatunk. Ezt nem ronthatja el az örömet semmi. Senki és semmi. Gólhelyzet! Ezt mondjuk, de.
Ez elrontatja. Nem baj, nem baj. Rózsa. Egy passz most jöhetne. Mondom, jöhetne egy passz. Nem baj, nem baj. Második NB1-es meccsünk. Szép passzok egész sora. Ájjá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 j
Nem baj. De miért nem mi? Nyomom, hogy menjen ki jobbra, de nem csinálja. Mert olyan lassan indul be. Jó, hát még fiatal, tehát 17 éves is még nagyon. Nagyon-nagyon gyenge. Szerintem. Ez azért. Csak nála sem volt a labda. Rémes. Anyát. Rárúgja. Én előre megyek helyezkedni, már. Ügyes labdát kapott. Nekem a védelemben nem sok hasznomat veszik. Ott most Hegedűsnek kellett nagyon nagyot mentenie. Jól védekezik most a csapat. Hát... Úgy látom, beadáshoz készülődik. Azért mondom, azt már régeség be kellett volna fújni. Azt hittem, hogy nem akar passzolni. Még mindig nem tudták kiállítani. Jó lövés, bedobás. Frissít egy kicsit az edző csapatán. Jó a szög! Áj, és ennyire fölé... Ezzel jó dolga volt a kapusnak. Hát... Pedig ezt illet volna belőni. És már alig van időnk arra, hogy ezt a meccset behúzzuk magunknak, és ez nem jó. Jó, nem arra várok, hogy a PNFC bajnokságot nyerjünk, de hát azért mégiscsak jobb lenne az első szezonban. Ezért akár lapot is kaphatna. Előszabályt nem ismerik a PES-ben. 3 perc ráadás ebben a játék részben. Kiváló! Kapus lehúzza. Hát, ez a meccs az ennyi volt. Ezzel vége a mérkőzésnek. Nem jött össze a második meccsen is a győzelem. Öntetlen maradt az eredmény. Pláne. Azt hiszem jogos a döntetlen ezen a találkozón. Többet vártam tőle. Nem baj, fejlődünk, és így majd szépen lassan azért eljutunk egy bizonyos szintre. Nőtt a menedzser bizalmat, tehát már lassan lehet, hogy kezdőben leszünk. A vacsos ellen játszunk legközelebb idegenben. Ha tetszett ez a videó, akkor nyugodtan dobjatok egy lájkot, hogyha bármiféle hozzáfűzni valótok van, akkor írjatok kommentet. Ha szeretnétek még ilyen tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ennyi lett volna mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!